Köszöntöm a nézőinket, az ismerős vendége, dr. Wagner Ferenc. Köszöntelek szeretettel, Feri, és hát mindjárt el kell mondanom, hogy Érdekes az, ahogy én megismertelek, és érdekes az, ahogy most velem ülsz. Ugye annak idején, amikor mi megismerkedtünk, akkor a főiskolán tanítottál engem pszichológiára, most pedig úgy mutathatlak be, mint a bátaszéki emelt szintű idősek otthonának a vezetője. Hát azt hiszem, hogy ez egy érdekes véglet, de persze, mint tudjuk, mindig minden mindennel összefügg, Feri, hogy alakult ez? Tehát te pszichológusnak készültél, a pszichológiát választottad, aztán most mégis egy szociális intézményben vagy vezető. A kettő nem mond ellent egymást, Abszolút. nem, nem, esik, nem esik távol a két dolog egymástól. Tulajdonképpen most is foglalkozom pszichológiával. Maga a, a hivatás, amit most úgy hogy változtattam, hát Ugyanúgy maradtam a főiskolán, tanítok még a főiskolán, csoportokat vezetek, készségfejlesztést csinálok, csak azt most mellékállásban csinálom, tehát magyarul a főálláson uh -huh. változott meg. És e, itt az idősek otthonában pedig, hát e, itt, itt a pszichológia az az mondjuk egy eléggé fontos tényező ebben a munkába. Azt hiszem, hogy nem csak egy, a munkatársaimnak is nagyon fontos. Na, gyakorlod nap, mint nap, ott Persze. is, itt is megmaradt tehát a főiskola, és azt hiszem, hogy ez természetes. Ha visszanyúlunk a gyökerekre, akkor ugye mondhatom azt, hogy a pszichológusok, azok mindig olyan érdekes személyiségek. Az emberek mindig érdeklődéssel fordulnak a pszichológia felé. Ugye látjuk a nyugati kultúrákba, hogy a pszichológus az már sokszor egy nagyon erős kötelék is egyes embereknek, és amíg sokszor itt hazánkban ugye azt hittük, hogy az, aki vagy nem akarok egyet, tehát magamat nem akarom beleértem, én soha nem gondoltam ezt, de voltak emberek, akik azt gondolták, hogy akinek pszichológushoz kell mennie, az már ilyen-olyan beteg, azért ma már nagyon jól tudjuk, hogy ez teljesen mást jelent. Téged mikor érintett meg a pszichológia, mikor gondoltál először arra, hogy te szeretnél ezzel a területtel foglalkozni? Hát igazándiból elég későn maga a pszichológia az az talán a főiskolai tanulmányaim nagyon egyszerű, véletlennek, vagy vannak véletlenek, nincsenek, ezt nem tudom pontosan. Egyesek szerint nincsenek, ez sem volt véletlen. A főiskolán, a testnevesi főiskolán volt egy olyan tanárom, aki éppen pszichológus volt, aki, aki mint ember, egy csodálatos ember volt, egy zseniális pedagógus volt, és éppen pszichológus volt. Na most sokszor eszembe jutott, hogy lehet, ha, ha éppen egy zenetanár találkozom, akinek ilyen a személyiség, aki ennyire, ennyire, hogy úgy mondjam nekem követendő, vagy ennyire megtetszik, akkor akkor lehet, hogy zenét tanultam volna később, uh -huh. mert hiszen akkor, akkor nekem a világon a legnagyszerűbb hivatás a, ugye a testnevelés, a sport, akkoriban még az volt, és ott a TFN találkoztam nem is egyel, kettővel is, két olyan pszichológussal is, amikor őket megismertem, és ővelük, hogy úgy mondjam, kialakult egy majdnem, hogy már a főiskola szinte egy baráti viszony, akkor én már tudtam, hogy nekem valamikor pszichológiát kell tanulnom, és, és én, én, szeretnék hasonló ember lenni, mint ők. Akkor még egy kicsit előrébb megyek, mielőtt belássuk magunkat a pszichológiába, hogy a sportot említed, azt sem szabad elfelejtenünk, hogy azért neked jelentős sportmúltad is van. Hát igen. Előtte, mielőtt én pszichológiát tanultam, dolgoztam a sportban, most hogy csak egy pár állomást mondjak, a Paksi Atormerőmű öklönyvú csapatának voltam a vezetőedzője, és nem is volt rossz az a munka sem, meg, meg egyáltalán a csapat sem. mb egybe kerültünk, 85-86-ba. Aztán szóval szép lassan, hogy az MB2-t megnyertük, fölkerültünk az MB1-be, megnyertük az MB1-et, és végül is egy nagyon szép és nagyon érdekes 7 évet töltöttem ott Pakson, mint vezetőedző, a ps nek a Zökkönyi és én úgy, úgy, érzem, hogy, hogy mindenképpen kellett nekem. Tehát valamiért, valamiért az a 7 év ebben a közegben ez, ez kellett. Uh -huh. Később is ez különben az éppen most jött eszembe, hogy ezen, amikor ezt így mondtad, hogy én, én valószínűleg tartom, hogy mindenki megtalálja azt a hivatást, amire valamire szüksége van. Tehát, tehát nem, tényleg nem véletlen, most már a véletlenekről meg rengeteget beszél, a végén meg eljutunk a szinkronicitásig meg jóig, de a lényeg az, hogy, hogy, én ezt komolyan gondolom, hogy, hogy előbb-utóbb mindenki megtalálja, Pontosan azokat a hivatásokat, azokat a foglalatosságokat, amikre valamiért szüksége van. Tehát biztos, hogy nekem akkor a sportra, akkor az ökölvívásra, később pedig a pszichológiára, és most pedig a, az idősekre, az, az idősvédelemre és az idős emberek e, e, kell való munkára van szükségem, vagy volt szükségem. Itt. És ezért is mentem az időskor otthonba. Még visszakanyarodva oda, hogy ugye TF, és tényleg akkor gondolom a sport irányított, és akkor jön két ilyen nagyszerű ember, és akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy az ő hatásaikra így meg lehet hozni egy döntést egyik pillanatról mondjuk a másikra, hogy na akkor én fölveszek még egy pszichológiai szakot, vagy párhuzamosan kezdek valami más egyetemet, de az biztos, hogy én ezt a tudományt tanulni tudni akarom. Mm. Nem egészen ennyire egyszerű volt, ez úgy történt, hogy hogy, hogy amikor a TFN, én egyébként sosem voltam egy jó tanuló, tehát nem is nem szerettem tanulni. Egy, egy műszaki középiskolába jártam, a pécsi gépipari Cipánuszék kárógéparek. Szebbág az a területek. Ami akkor egy nagyon úgy ilyen kemény iskolának uh -huh. számított, és akkor már azon kevesek közé tartott, ahol felvétel vizsga felvételvizsgálva lehetett csak bekerülni. Akkori gimnáziumok, más középiskolákban ez nem volt akkor még szokás, és tehát egy ilyen válogatott társágot szedtek össze, ők nagyon kemény szűrő után, és ezért volt az, hogy a, a, az akkori Géparista osztályból a 42-ből 40-en tovább tanultak. életemre, orvosira, építésznek, szociológusnak, a legkülönbözőbb pályákra mentek, és, és tovább tanultak egy nagyon nagy arányba, és ami nagyon érdekes volt, hogy azok a ö, akkori én most nemrég találkoztam velük egy ilyen találkozón, akik így, így ilyen gyenge ketteskék voltak, meg kínlottak, szenvedtek, mert nagyon kemény volt az a középiskola, Aha. azok utána vörös diplomával végeztek műszaki főiskolát, akadémiát, ilyen-olyan-olyan olyan iskolákat, és érdekes módon ö, lehetséges, hogy csak egyszerűen későn érő emberek voltak, sok minden lehet, de a lényeg az, hogy a gépipari után, ahol nekem nem igazándiból szeretették meg velem a tanulást, és nem is akartam én már tovább tanulni, mivel sportoltam, a sport kapcsán akkori edző Orbán Laci, aki volt, ő mondta, hogy nincs kedvem foglalkozni gyerekekkel, mert látja, hogy, hogy a gyerekek, hogy szeretnek, meg tanítgassam őket, és ez úgy társadalmi edzőként, és akkor szép lassan úgy alakult, hogy végül is én rákaptam az ízére, uh -huh. hogy emberekkel foglalkozni a műszaki Elég rideg hideg műszaki világ után, ez nekem nagyon-nagyon érdekes volt. És amikor végül is a testnevési főiskolán eh, tanultam, akkor a tanítás során, magát az tanulást is eh, olyan tanáraim voltak, nagyon szerencsémre, akik meg tudták szeretetni. Tehát ott szerettem tanulni. És amikor, eh, hogy, hogy miért pont a pszichológia, akkor nem tudom, hogy szabad ilyet mondani, vagy neveket szabad mondanom, Persze. hogy kik voltak ezek. Persze. De, tényleg tudnék ezen kívül, rengeteg nagyon-nagyon jó tanár volt. Sorolhatnám a Pavlik Gábortól kezdve, aki életan tanított, a Lezsák Sándorig, a Miltényi Mártáig, aki alattom, mert csodálatos emberek voltak és csodálatos pedagógusok, de, de mégis a leg, -leg, -leg aki engem legjobban megfogott, az a Stuller tanár úr és a Rókusfalvi tanár úr volt, és Hát mind a kettővel most is olyan viszonyban vagyok, hogy szinte nem múlik el olyan ünnep, hogy egymást küldjünk képeslapot. Uh -huh. Amikor erre szexszárfaj, akkor meglátogatjuk egymást, én is a test. Szóval nagyon jó kapcsolat most is, ennyi év távlatában is. És ezek a tanárok, amikor engem elkezdtek tanítani, és elmesélhetek egy vizsgát, hogy, igen, hogyan, hogy igen. egy tényleg egy gyakorlati dolog, amikor amikor pszichológiából vizsgáztam valamiből az első év, vagy második év végén szigorlat, vagy valamilyen, valamilyen pszichológia tantárgyból, akkor észrevette éppen Stuhler tanáról, aki akkoriban a pszichológia tanszék vezetője volt, hogy én valami nagyon izgulós vagyok, és a vizsgán én nagyon vizsgadrukkal azt sem tudtam szinte, hogy, hogy mit mondjak. És erre, mikor leültetett, akkor megkérdezte, hogy mit, mit szere, mit, is, mit, mit hozhatok. Hát mondom, hogy, hogy mi. Kávét kérsz, vörösbort kérsz, vagy konyakot kérsz. És <laughs> teljesen el volt a májulva, hogy a nagy professzorok, itt, itt engem megkérdezik engem a kis hallgatót, aki ahhoz volt szokva, hogy a, hogy a középiskolában, ugye ütöttek, vágtak bennünket, mert az volt a módszer, hogy minél inkább ugye, ott tartani a bukás határán, annál többet tanul a diák. És uh -huh. terhelni kell, ijeszgetni a bukással, és akkor tényleg, és mondd -e be valami, hát csak a kérdés, hogy milyen áron tanult így, így sokat az ember, de amikor ezt megkérdezte, és azon kaptam magam, hogy először mondom, nem, 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 én semmit nem kérek, és akkor végig mondtam, de hát, talán akkor mégis inkább egy kávét. És közben a kávé mellett elbeszélgettünk. És azon vettem észre magam, hogy, hogy, hogy a, hogy vizsgál, és a vizsgán én háromszor annyit tudtam produkálni, mint amit én gondoltam, hogy én tudok, vagy amit készültem. Tehát kiszedte belőlem, többet kiszedett belőlem, mint, mint ami, amit én úgy tudtam, hogy tudok. És, és ez, egy, ez valami csoda volt akkor nekem, hogy azt mondom, hogy gondoltam, hogy valahol itt kezdődik az, hogy pedagógus. Uh -huh. Tehát, és, és a Rókus Fajdaláról a Dettó ugyanez volt, közvetlen, amikor én már a, a, a TFN tulajdonképpen írtuk a szakdolgozatot, akkor megkérdezte tőlem és hogy mi, miből ír, mi szeretném írni, mondtam, hogy természetesen pszichológiában. Azt mondta, hogy azt tudja, ő azt tudta, hogy pszichológiából azért de kérdezte, mégis. de mégis miből szeretném, mert van egy kutatás, amiben beszállhatnék, egy tesznek a standardizálása, amiben ő, ő vezeti, de abban én beszállhatnék, mint kutatást, és abból megírhatnám, egy részéből a szakdoli. Ennek biztos És hát ennek örültem, és szóval ezek szépen így mentek, és amikor én, én végül is már a doktorimat csináltam, és kellett választanom egy egy témavezetőt és egy, egy konzulást, akkor én a Stuller tanárhoz mentem, és ő mondta, hogy a Rókusfalvi tanár úrhoz menjek, és ő elvállal engem. És mondtam, hogy nem hiszem, hogy ismer engem a Rókusfalvi tanár úr, hát én a régen tanított már, ez már akkor volt, amikor Aha. már vége volt a TF-nek. És, és, akkor mondta, hogy de azért próbáljunk meg, bementünk hozzá, és, és Rókusfalvi tanár úr, mikor bemutatkoztam, mondta, hogy mondtam, hogy engem biztos nem ismer, hiszen nagyon sok éve, hogy tanított engem a tanár úr. Dehogy nem ismerlek, te vagy az ökölvívó, aki nem volt a teljesen hülye. ennyi volt, és ez, egy, ez megmaradt úgy látszik akkor az emberekben, és lényeg az, hogy bármikor zavarhattam, megadta a telefonszámát, fölmettem a lakására konzultálni, megbeszélni a doktorit. Szóval olyan ember volt velem, annyira közvetlen volt, és annyira, annyira a, egyszerűen elképettem, hogy, hogy tanárok, nagyhírű tanárok ennyire, ennyire közvetlenek a diákokhoz, hogy úgy gondoltam, hogy igen, tőlük, tőlük van mit tanulnom. És, és az... ez volt a kapocsa, ami végül is a pszichológia, uh -huh. és akkor akkor kezdtem igazán érdeklődni. És olyan, olyan szinten ugye azt azért egy kicsit még így tovább lépve, hogy akkor gondolom, -e, mindjárt itt kezdtél egyébként a főiskolán tanítani? Nem. Ö, először, mikor meg beindult a szociális munkás szak, hát igen? ha még emlékszem, 89-ben, akkor akkor előtte óraadóként kezdtem tanítani, akkor volt másik munkahelyem, dolgoztam elég sok helyen edzőként, itt bíróságon hivatásos pártfogóként többfélét megpróbáltam, az ember megkeresi, hogy mi az, ami a legjobban tetszik neki, és, és akkor végül is először óvónő és a tanító mint, mint óradó tanár, és amikor beindult a szociális munkás képzés, akkor a Jánosi Gyuri volt az igazgató helyettes, és ő akkor áthívott főalásba, és azóta akkor már mint, mint főalású tanársegéd elkezdtem dolgozni a, a főiskolán. És azt akartam az előbb ebből kihazni, hogy ugye mondtad, hogy akkor úgy eldőlt meg, hogy ez a pszichológia, hogy én nagyon érdekes dolgokat is hallottam tőled, ugye a táncterápiával foglalkoztál te is, és nagyon komoly kurzusokat szerveztél, részt vettél, aztán uh -huh. itt a főiskolán is volt lehetőség sok mindenre. Ugye uh -huh. ez már így minek a folyamodványa, hogy így ennyire... Hát az első ilyen meglepetés a, a pszichológia elvégzése után az volt, hogy öt évig rengeteg elméletet tanultunk a, a tűzoltó utcában a különböző anatómiai gyakorlatoktól kezdve. Nagyon sok ismeretet kaptunk mi, de igazándiból a szakmából, a pszichológus szakmából technikákat, módszereket, terápiákat megtanulni, ez alatt az öt év alatt nem igen tudtunk. És az nekem egy nagyon-nagyon-nagyon nagy ö, ö, meglepetés volt, hogy végzett pszichológusként kellett elkezdeni tanulni valamilyen fajta módszert, amivel én tudok majd dolgozni. Uh -huh. És utána hosszú évekig, ha valamit meg akarsz tanulni, akkor még, még utána négy-öt évi, vagy pszichodrámát, vagy valamilyen terápiát, amivel majd dolgozol. És hát akkor megint ugye, az ember keresi a helyét, próbáltam én is pszichodrámát kezdtem el tanulni. Ö, tanultam ennél, tanultam annál, mondták csak, csak a bagotai, csak az orvos továbbképző, ő a legjobb, akkor ő jártam négy évi, akkor utána csak a Frank Szilvia, aki, akkor ő jártam tanulni e, pszichodrámát. Végül is, e, amikor volt az a bizonyos 1992-ben volt egy világkongresszus Washington DC-ben, egy szociális munkás világkongresszus, arra én kiutaztam, egy pályázatot nyertem, amivel én a CIP, ez a Cleveland International Program, keretein belül, én egy évet eltölthettem Amerikában. Na most ott azon kívül, hogy az igazi céljának az volt, hogy a szociális munkás képzést megnézzük, illetve én ott próbálok elsajátítani, ellesni valamit, hogy ők hogyan csinálják, ahol már nagyon, nagyon nagy múltja van, 40-50-60 éve már folyik a szociális munkás képzés egyetemen főiskolán, hogy ők milyen tantárgyakat, milyen tantárblogokat. Tehát próbáltam ellesni és megtanulni a dolgokat. Ezen kívül persze a pszichológiában én kerestem azt a lehetőséget. Ott kerestem és mindig néztem a hirdetéseket, különböző intézetek hirdetését, hogy hol tudnék valami, valami újat, valami jó terápiát megtanulni, amit nálunk még kevesen tudnak, vagy nálunk nem annyira művelik. Ez volt a tánc? És ott még nem, ott próbáltam, elmentem, különböző ilyen, ilyen beiratkoztam, nagyon nagy pénzekért, és, és egyszerűen nem találtam, tehát elmentünk úgy képzeld el, Elmentünk egy, egy, egy valahol Cleveland, egészen a, a tó partján volt egy gyönyörű park, egy nagy kastély, és a kastélyban ott folyt egy bizonyos fajta, egy gestalt institút volt, ahol a különböző gestalt terápiákat, uh -huh, uh -huh. mindenféle terápiákat tanítottak, és én ki is néztem magamnak egy munkában megfáradt, agyonhajszolt emberek rekreációra is regenerálódása reglánál, című terápiát. Amikor mondtam, hogy nagyon jó lenne ez nálunk is, hát nálunk is vannak a munkába de megfáradt nem, emberek, nem az előbb véve erről beszélgettük, nem milyen, nem. mikor találkoztunk, és és ugye elmentem erre, ami ami nagyon kemény, 100 dolláros napi napontainkat befizetni a terápia díjaként, Na, meg a és nagyon drága volt, nagyon jó eladták a dolgot, de maga a tartalma az semmivel nem volt jobb, mint amit nálunk is, Amire nálunk van lehetőséged. Relaxáltunk, különböző ilyen tollakat egyensúlyoztunk, az új, gyönyörű szép zene szólt, volt, nagyon szép történetek voltak, meg megbeszélések, de úgy éreztem, hogy semmi újat nem kaptam. Én ott semmi újat nem uh -huh. tanultam. És ez így ment, egyiket próbáltam a másik után, amíg tartott a pénzem, és teljesen véletlenül találkoztam egyszer egy emberrel, akit Wilfried Gürtlernek hívnak, vagy hívtak, mert sajnos meghalt. Uh -huh. aki, aki szintén egy ilyen egy, egy, zseniális ember volt, aki mozgás és táncterápiát csinált. Ő kitalált egy módszert, egy iskolát, és megalakította ezt a bizonyos citát, ez a Centrum für Integrale Tanz und és 40 egy néhány olyan kiképző terapeutája volt annak az iskolának, akik tanították és kiképeztek pszichológusokat és különböző más szakembereket, mert nem ragaszkodnak érdekes módon, hogy hogy ehhez a pszichológus diplomához, mint ahogy nálunk nagyon keményen ragaszkodnak, ha te egy terápiát meg akarsz tanulni. Ő nem ragaszkodott ehhez, azt mondta, hogy vannak lépcsők, ha teljesíted a feltételeket, akkor mihetsz tovább. Teljesen mindegy, hogy te titkárnő vagy építész, vagy matematikus vagy, vagy csillagász a szakmád, ha te akarsz járni táncterápiára, és egy évig oda jársz, és utána tovább akarsz lépni, akkor vizsgáznod kell általános lélektamból, hogy hol az a te dolgod, uh -huh. hogy melyik főiskolán, pedagógiai főiskolán, bárhol. És ha megvan az általános lélektan, akkor mehetsz a második évbe, és persze gyakorlatok kell vezetni először kóterapeutaként, kell csoportot és mindig megvan az a bizonyos lépcső, amin tovább kell lépni. És a negyedik év végén pedig akkor már ugye 600 óra klinikai gyakorlat is kell, és ott már nagyon kemény vizsgák vannak, személyiségleg tambó, szigorlat, stb. De hogy azt hol teszed tele, vagy megvan neked, ez, ez a te dolgod. Nem zárta ki azt a az érdeklő, azokat az érdeklődőket, akik akár most pedagógusok tehát voltak, óvónők. tehát bárhol, és csodálatos dolgokat láttam. 64 éves titkárnőként dolgozott egy hölgy, aki ma az egyik legjobb terapeuta a Wilfrid iskolájában, és, és ő 64 éves korában, amikor a gyerekek kirepültek, és fölnevelte őket, akkor azt mondta, hogy véletlenül rábukkant, elment egy ilyen bemutató szeminárra, táncterápiás bemutatóra, és azt mondta, hogy egész életében szerette volna csinálni. És most végre van lehetősége, és elkezdte, és először csak gondolta egy évet, tehát a kettőt, hát? és a végén eljutott a negyedik évig, a diplomszjár, az ötödik év kezdeteig, amikor ugye a 600 óra klinikai gyakorlat már a belépő. És akkor a Wilfried elvitte a papírját két-három társával, akik az egyik az pszichiátra, a másik pszichológus, nem tudom még kik voltak, és ott azt mondta a gyakorlat után az intézmény vezetője, egy klinikának a vezetője, hogy ő fölkínál egy állást ennek a Gizellának, 60. a 64 éves hölgynek, mert ért, amit csinál, szerették a betegek, amit csinált, jól csinált, és, és ő, ő, tudott akkor még egy olyan hivatást találni magának, és egy csodálatos dolog volt. És azt gondoltam, hogy ez egy biztos iskola, ez egy nyitott iskola, de maga a módszer, a terápia, amit tanultunk, az nagyon tetszett. Egy zseniális ember vezette, és így végül is akkor ő, megszerveztük két kollégámmal, két Pesti kollégámmal, hogy a Wilfried beárjon Münchenből, kifizetjük a repülőköltségét, a szállodaköltségét és az óradíját, és mi ezt meg akarjuk tanulni. Tehát okvetlentől akarunk tanulni. És ez elindult valamikor 92-93-ban, és végül is 2001-re lett nekem diplomám ebből tehát az elsők között voltam, akik végül is végigcsinálták az öt évet, és a, a végül is a citának a, a docense vagyok, terapeutája, tehát egy kiképző táncterapeutája, mozgás és táncterapeutája. Hú, Feri, hát ez most egy nagyon nagy kaland volt, és bevallom, ezt én sem tudtam róla, hogy ennek a, a, tehát persze a táncról, a táncterápiáról tudtam csak, hogy ennek ilyen nagy története van. Most egy kicsit ezt hagyva, csak hogy más dolgokat is megtudjunk, ugye jött a, a, az idősek otthona, mindezek mellett, sőt, még a családról sem ejtettünk szót. Ugye Szexárdon laktál, de aztán kiköltöztetek, ha jól tudom, akkor még mindig öcsénybe vagytok. Időközben a második házasságból megszülettek a gyerekek, négy tagú lett a család, két kislányod van, igaz. Anna és Zita. Igaz. És, 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 hát úgy, úgy tűnik, hogy akkor most úgy minden rendben van. Ö, valóban ez így történt, kiköltöztünk Kőcsénybe, egy kis zsákutcában ott vettünk egy ilyen félkész családi házat, nem kis munkával és nagyon-nagyon sok fáradtsággal, de végül is úgy rendbehoztuk, és és akkor, akkor ugye ez volt az elképzelés, hogy, hogy itt bent a panel házban egy, egy, gyereknek mindenképpen udvar kell, szabad levegő kell, és, 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 ott jobban érzi magát valószínűleg, és tényleg ott lakunk még kint őcsényben. Most már az a, a Zita lányom, aki most két éves volt júliusban, ő is élvezi a csúzdát, a hintát, hogy szaladgál a kertbe, rengeteg zöld növény van. Fű, fák, tehát tényleg élvezi a szabadságot. És a műsoridő tényleg a végén van, és én annyira sajnálom, de végül is az idősekről alig beszéltünk keveset. Nagyon röviden, mondtad, utaltál rá, hogy mindennek úgy érzed az életedben, meg volt a miértje. Ennek már tudod, hogy miért van a miértje, hogy te ezt az intézményt elvállaltad és igazgatod? Hát több oka is volt, kicsit sejtem csak. Az igazi talán az volt, hogy hogy valamikor, amikor én e, e, kerül, egy olyan helyzetbe kerültem, volt egy autóból esetem, amikor benfeküdtem a kórházba, és úgy e, és ráértem átgondolni a dolgaimat, hogy mindenképpen váltani akartam. Akkor ez már tíz év e, állt mögöttem, főalásban főiskolán, annak a tíz évnek a, a, a picikét e, megszokott, e, gondjaival, napjaival és tempójával együtt, és úgy éreztem akkor, hogy, hogy már nem nagyon tudok úgy megújulni. Tehát rutinból én már gyakorlatból nem igazániból kell készülnöm az órákra, és, és így viszont nem akartam tovább akkor tanítani, és, és akkor váltanám, valami mást akartam csinálni. És akkor jött egy egy tényleg úgy ez a lehetőség, hogy az újságban hirdették, hogy beindul egy, egy európai, egy 21. századnak épült csodálatos új otthon, Bátaszéken, amiben egy emelt szint is van, tényleg egy emelt szintű részleg, gondozási egység, és oda keresnek vezetőt. És mivel akkor éppen így váltani akartam, mindenképpen valami mást akartam csinálni, közben ennek mint ahogy említettem az elején, van ennek olyan oka is, hogy azért nekem az idősekkel, az idősek elfogadásával voltak problémáim, mint ahogy vannak még sokan, akiknek vannak ezzel problémái, vagy elismeri, vagy nem. És, és, én akkor úgy gondoltam, hogy ez, hogyha én most ott minden nap köztük vagyok, dolgozom velük, megismerem őket, erre nekem szükségem van, vagy lesz, hogy az, az, az idősebb embereket. Volt. És igen, én ezt merem állítani, hogy, hogy egészen másként tudok beszélgetni ma egy idős emberrel, másként tudom megfogni a kezét, lehet, hogy meg sem tudtam volna fogni még egy pár évvel ezelőtt, vagy szóval nekem erre valami, valamiért kellett ez nekem. És, és nagyon színes. Hát több, nem véletlen, hogy, hogy, hogy a, a szivárvány nevet is, a, ezt a szivárvány nevet adtuk az otthonnak. Mert, mert nem olyan szürkék az idős emberek ilyen egyformák, hanem nagyon-nagyon színesek, és nagyon e, nagyon érdekes emberekkel találkoztam, és találkozom most is naponta. Hiszen Jó. mindig jönnek új emberek is. És képzeld el, hogy egy, 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 ugye az emberek is mennyire különbözők és sokfélék, de egy olyan ember, aki mögött 60-70 év van, egy egész bölcsesség. ember öltő, mennyi bölcsesség és mennyire több szín van egy ilyen idős emberben, és mennyivel más egyik a másiktól, mennyibe különbözhet. Tehát, tehát érdekes világ, persze van ennek mondjuk egy másik oldala is, de én azt gondolom, hogy, 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 hogy nagyon érdekesek. Feri, nagyon szépen köszönöm, és tényleg nagyon sajnálom, hogy ilyen rövid a műsoridő, hiszen még annyi mindenről tudtunk volna beszélgetni, és ezek a dolgok is nagyon érdekesek. Én bízom abban, hogy még van az életedben sok olyan terület, ami, ami még majd lehet, hogy csak a jövőben fedeződik fel, és akkor legközelebb, amikor beszélgetünk, akkor még számos sok érdekes dolog is előkerülhet. Köszönöm, hogy itt voltál a nézőknek a figyelmet, köszönöm meg, várom önöket legközelebb is viszontlátásra.